Augusztus 26-a, egyelmélyülő patak. Mai igénk Ezékiel könyve 47. fejezetének harmadik verse. Lemélt ez elkönyököt, átvezetett a vízen, a víz bokáig élt. Ezékiel látomásában a templomból kifolyó víz egyelmélyül. Mit jelent ez? Először a víz bokáig élt. A mezítláb vagy saruban járó emberek lába hamar bepiszkolódott, leggyakrabban lábmosásra volt szükségük. Jézus is ezt mondta, akit az újjászületés fürdője megtisztított, annak is szüksége van lábmosásra. Vagyis aki az ő tanítványa lett, az is rászorul a naponkénti bűnbánata és bocsánata, a lelki tisztálkodása. 500 méterrel lejjebb a víz térdig élt. A bűnbocsánatot kapott hívő közösségbe kerül Istennel, és megtanul vele imádságos párbeszédben élni. Megtanulja Istent önmagát megalázva, térden állva imádni. Az ilyen ember már nem a saját akarata teljesülésére vágyik, hanem ezt kéri, taníts akaratot teljesítésére, mert te vagy Istenem. A harmadik fokozat, amikor derékig áll a vízben a próféta. Így már erős a folyó soda, keményebben kell ellenállni minden kísértésnek. A derék egyrészt az erő jelképe, derekosan helytál valaki, másrészt a termékenysége emlékeztet, az élethívőnek már vannak lelki gyermekei másokat is Istenhez vezet. Kissé lejjebb pedig annyira megnőtt a víz, hogy úszni kellett volna benne, nem lehetett átgázolni rajta. Itt már rá kell feküdni a vízre, és teljes bizalommal engedni, hogy megtartson és vigyen. Ezt nevezi a Biblia hitben járásnak. Már nem éri a lábam a földet, de egy másik valóság tart és visz, a víz Isten kegyelme. Én pedig hagyom, hogy vigyen, és arra használjon, amire akar. Az Istennel való közösség mélyülésének, a hitben való növekedésnek, a lelki élésnek szép képe ez. Én hol tartok ezen az úton?